Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. A fő téma itt látható, mint ahogy ez a fiatal fiú a kezébe veszi ezt az arany érmét, vedd te is kezedbe. Ez utalhat az anyagiakra, a munkádra, a hivatásodra, de jelenti a belső értékeidet, a tudásodat, a tehetségedet, tehát figyelj oda erre. Itt lesz nálad egy új irány. Változnak a dolgok. Az is lehet, hogy a lelki társad tekint ebbe az új irányba. Ott van előtte a glóbusz, az utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. Az egyik bot őt szimbolizálja, a másik bot téged szimbolizál. Ő a sajátját úgy magasra teszi, mint hogyha felülről tekinteni a dolgokat, és mutatná az ő saját nagyságát, de ha megtekinted a másik botot a háttérben, az ugyanolyan nagy, tehát szemben állhatsz vele. Nem kell neki olyan beképzeltnek lennie, hiszen nálad is megvan a tudás, a tehetség, tehát nem vagy kisebb, mint ő, akkor is, ha ő így kezeli a dolgokat. Sőt, azt mondanám, te is vedd kezedbe ezt a botot. Ez utal a tűz elemére, mind arra, ami téged most lelkesít. Tekints ebbe az irányba. Amit ő tud, azt te is megteheted tulajdonképpen. Kiesett egy kártya, és az a kártya, ami kiesik a csomagból, arra most nincs szükségünk, mert eltávolodik most tőlünk. Itt a holdról van szó, az jelentheti az anyukádat, lehet, hogy most van egy kis távolság köztetek, vagy az anyai érzelmeket, vagy az álmokat, a vágyakat, és ha most ez így kiesett a csomagból, el akar távolodni tőled, akkor az azt jelenti, hogy most ne álmodozz valamiről, hanem légy a tettek embere, vedd kezedbe ezt a botot, és ez utal az akcióra. Tehát eltávolítjuk most ezt a kártyát. Nem csak a bot fontos számodra, hanem a kehely is. És az utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Légy nyitott érzelmekről beszélni, de ne hagyd azt, hogy ő úgy tekintsen rád, mintha te kisebb lennél, hiszen nálad is megvan a tudás, a tehetség. Itt vannak ugyan még fájdalmas emlékek a múltból, ez azt is jelentheti, hogy kicsit óvatosak vagytok, ami az érzelmeket illeti, vagy vannak félelmek, hogy ő újra megbánt téged. Te tedd át magadat ezeken a félelmeken, hiszen itt ezen a kártyán láthatóak a kelyhek, itt is érzelmekről van szó, és látható a vidámság, az ünnepség, itt gyümölcsözik, valami szerencse lesz, legyen meg a bizalmad, az önbizalmad.
ő uralkodni akar feletted, hiszen megvan nála ez a királyi tartás. Figyeli az eseményeket, elfoglalja a helyét, úgy érzi, ő itt az uralkodó, ez a király. Szintén a tűz eleméről van szó, ami őt bátorít, vagy lelkesít, vagy keresi a testi kapcsolatot, de vár arra, hogy te nyilatkozz, mutasd ki az érzelmeidet. És ha így van, akkor ő is aktív lesz irányodba. Tulajdonképpen ez a kártya azt jelenti, hogy minden a feje tetejére állt. Néha úgy érzed, elveszíted a talajt a lábad alól, de ahogy láttuk a képen, ezt meg lehet fordítani, és akkor más a jelentése. Ott van a talaj, meg van ez az elegáns mozgás, a fejed fölött a fény, az isteni hatalom, a jó ötletek, szép gondolatok. Valamit más szemmel kellene nézned. Ne azzal törődj, hogy mi az ő viselkedése, illetve milyen az ő viselkedése, vagy hogyan bántott meg téged, hanem légy vidám, légy magabiztos, irányítsd te a dolgokat. És ne álmodozz arról, hogy ő most javulni fog. Amennyiben így van, hogy megvan nálad a lelkesedés, a bátorság, itt lesz egy új kezdet, hiszen erre utal a 10-es szám. Érzelmekről van szó, hiszen ezt jelentik a kelyhek. Azon kívül látható a képen a vidámság, az öröm, egy új kezdet, a család vagy család alapítás, és az a fontos, hogy te tekints mást, más szemmel, hogy forduljanak az események, és te hozz döntéseket. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!